immár 9. alkalommal került megrendezésre a Ján Ferenc Délpesti Kórházban a 3 napon át tartó Minimál invazív eljárások az urológiában című műtétsorozat és konferencia, amelyen évről évre a hazai orvosok is közvetlenül megismerhetik a legkorszerűbb beavatkozási technikákat és technológiákat. A megnyitó ünnepségen elsőként dr. Tenke Péter, a kórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa mondott beszédet. Én úgy gondolom, hogy ez az a kurzus, ahol nagyon sok mindent tudunk tanulni, és láthatjuk, hogy külföldön is egy-egy nagy európai kongresszusnál milyen hangsúlyt fordítanak ezek az élő sebészi bemutatókra, hisz ezek azok a pontok, ahol mindig tudunk tanulni, haza tudunk vinni valami újat, amit egyből tudunk hasznosítani, ami régen nem volt lehetőség, mert egy feltárásos műtétnél jóval a kisebb lehetőség volt tanulni. Már második éve nem csak laparoszkópos beavatkozásokat mutatunk be, hanem egyéb minimál invazív endorógia beavatkozásokat, perkután kőeltávolítás kombinálva a jóindulatú prostata beindulás új műtét technikájával, zenukleációval, egyéb idén először a fúziós biopsziát bemutatjuk, ami a daganatoknak a 20%-a több igazolását teszi lehetővé. Ez a kurzus nagyon fontos a fiatalok számára is, hisz már tegnap a fiatalok bemutatták, hogy mit tudnak, és mégis előadások tekintetében fölkészítjük a Nemzeti Kongresszusra, a Nemzetközi Kongresszusra, és ugyanakkor ENSZ pelvic tréneren keresztül gyakorlati tapasztalatokat is bebizonyíthatják. Reméljük, hogy ez a 2 nap szintén egy olyan lesz, ami mindenki számára tanulságos és sok mindent tud hazavinni. Az első nap mindig a nemzetközi meghívottak számára van, és nagy köszönet, hogy azért a világ minden részéről mindig eljöttek ezek a külföldi emberek, és ezt kell tudni, hogy ők teljesen szabad idejükből utaznak ide, és szánnak erre egy napot. És a második nap természetesen a magyarok számára egy, hogy saját az ország minden területéről általában meghívunk tapasztaltabb részben, idősebb részben, fiatalabb urológust, és mindannyian láthatjuk különféle műtéti beavatkozásoknál, hol tart a magyar urológia, össze tudjuk hasonlítani a nemzetközi dolgokkal, és mi mindben tudunk fejlődni. A professzort követően Szabó László, a rendezvény moderátora tolmácsolta Németh Szilárd országgyűlési képviselő szavait. Nagyon köszönöm meghívásukat a mai európai mércével mérve is kiemelkedő nemzetközi konferenciára. Legutóbb tavaly ősszel az Egészséges Budapest program kapcsán találkozhattunk itt a Ján Ferenc Délpesti Kórházban. Akkor dr. Ónodi Szűcs Zoltán államtitkár úrral mutattuk be a program részleteit. Sajnálom, hogy ma személyesen nem lehetek jelen, de az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnökeként a kecskeméti repülőbázisra a honvédség új légi szállító járműveinek átadására kellett úgy elutaznom. Tisztelt megjelentek professzor hölgyek és urak! A kormány döntésének köszönhetően az Egészséges Budapest programmal a főváros történetének legnagyobb kórházfejlesztési programja valósul meg. A fővárosi és Pest megyei intézményhálózat több mint 4 millió ember egészségügyi ellátását végzi. Ennek ellenére az elmúlt években az ő egészségük megőrzésére, betegségeik meggyógyítására Brüsszel egyetlen fillér Európai Uniós pénzt sem engedett felhasználni. 2002 és 2010 között pedig a Medgyessy Gyurcsány bajnai kormányok alatt még a hazai forrásokat is kivonták. Éppen ezért az Orbán kormány, amikor erre már megvolt a gazdasági pénzügyi lehetőség, úgy döntött, hogy a fejlesztés teljes költségét a magyar adófizetők pénzén, a magyar kormány költségvetési forrásból állja. A koncentrált egészségügyi fejlesztése, amely kiterjed az infrastruktúrális és az eszközállomány megújítására is, 2017 és 25 között több mint 700 milliárd forintos lehetőséget kapnak a fővárosi és az agglomerációt is kiszolgáló kórházak és a szakrendelők. Így 3 centrum kórház jön létre Budapesten, és további összesen 25 fővárosi és Pest megyei kórházban, illetve első körben 7 önálló szakrendelőben valósul meg fejlesztés. Az Egészséges Budapest program részeként újul meg a Ján Ferenc Kórház is, megközelítőleg 30 milliárd forintból. Már 2017-ben 3 milliárd forint rendelkezésre állt az összegből, 1,3 milliárd forintból a diagnosztikai és terápiás eszközpark, valamint az informatikai háttérfejlesztésére került sor.
Ezentúl további 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre egy új, a sürgősségi ellátást is magában foglaló műtéti, diagnosztikai és járóbeteg szakrendelői tömbépület építésére a központi Köves utcai telephelyen, valamint a csepeli Weiss-Manfred telephely épületeinek építészeti technológiai rekonstrukciójának tervezésére. 2017-18-ban 1,7 milliárdból a kórház vezetése jó és nyertes pályázatainak köszönhetően energetikai fejlesztések is történtek. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy az új épület elkészülte után a régi épületek elektromos hálózatának és gépészetének felújítása is elkezdődjön, valamint megújul a konyhaépület és egy új mosoda is felépülhet. Bölcsöde és óvoda kialakítását is tervezik. A csepeli telephelyen megvalósulhat a legmagasabb szintű mozgásszervi rehabilitációt lehetővé tevő infrastruktúra fejlesztés, az egykori csepeli kórház szocialista kormányzás alatt történő megszüntetése és funkcióváltása következtében. Ami persze nem fejlesztést, hanem elsorvasztást jelentett. Lezárták, és az eddig forráshiány miatt át nem alakított területek, például a régi műtők betegellátásba való visszakapcsolása most megtörténhet. Ezentúl megújul a krónikus ellátás infrastruktúrája és kialakításra kerül egy 20 ágyas hospice osztály is. A tervek között szerepel egy új MR készülék beszerzése, továbbá a műtéti ellátás segítő eszközpark is megújul majd. További jó hír, hogy január közepén megkezdődött a sürgősségi osztály felújítása és bővítése, melyre 2017. decemberében 125 millió forint támogatást hagyott jóvá a kormány. Erre nagy szükség volt, hiszen a sürgősségi osztályt az intézmény építésekor nem tervezték, utólag alakították ki. Az osztálya folyamatosan növekvő betegszámot már nehezen tudta a 21. századi színvonalon kiszolgálni, korszerűsítése régóta időszerű volt. Abban állapodtunk meg az állami egészségügyi ellátó főigazgatójával, dr. Németh Lászlóval és a kórház vezetőjével, dr. Halovics Zsolttal, hogy még idén az első negyedévben elkészülünk a szükséges korszerűsítéssel. A munkálatok során mintegy 500 négyzetméter terület újul meg, és 150 négyzetméter területtel bővül a sürgősségi osztály területe. A felújítások keretében sor kerül többek között a mentőbejáró átalakítására, új váróhelység és beteg megfigyelő kialakítására, a klíma és szellőző berendezések cseréjére, korszerűsítésére, továbbá a biztonságosabb betegellátás érdekében az összes vizsgálóhelységbe és kezelőbe oxigén és vákumhálózatot építenek ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó érzéssel tölt el, hogy Borbély Lénár polgármester úrral közvetetten mi is hozzájárulhattunk a mai konferencia sikeréhez. 2014-ben, akkor még polgármesterként az előterjesztésem alapján Csepel önkormányzata Magyarország első 3D-s laparoszkópos tornyát adományozta a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézetnek, azt szemlélve, hogy egy jó alkuval a 40 millió forintért megvásárol, de annál jóval nagyobb értékű eszköz megkönnyíti a kórházban dolgozó orvosok és szakdolgozók munkáját, és növeli az egészségügyi intézményben ellátott betegek gyógyulási esélyeit. Fontos, hogy elhivatott, jól képzett orvosaink méltó 21. századi körülmények között végezhessék munkájukat. És lehetőség legyen ilyen nagyszerű események, rendezvények megszervezésére, ahol kiváló szaktekintélyek adhatják át egymásnak tudásukat. Mi ezt látjuk, és ezért kijelenthetem, hogy a Ján Ferenc Kórház csapata vezetőket, orvosokat és szakdolgozókat összefogva erre törekszik, ezt tűzte ki célul, ebben látja a jövőjét. Az eseményen dr. Szentes Tamás országos tiszti főorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár is részt vett. Ha belegondolunk, nagy utat tett meg az orvostudomány az elmúlt 3000 évben, de hogyha odafigyelünk a részletekre, akkor láthatjuk, hogy ez az út, ez egy gyorsuló út. Tulajdonképpen a hatékony egészségügyi szolgáltatásokat 1854-től eredeztethetjük, amikor is megjelent az éternarkózis. Ekkor bővült azon egészségügyi szolgáltatások száma, amely ténylegesen hatékony is volt. Az 1950-es években következett be egy újabb technológiai robbanás, amely gyakorlatilag az egészségügyi szolgáltatások számát és az egészségügyi technológiának a robbanásszerű fejlődését idézte elő. Ez ugye egyrészt ugye az egészségügyi rendszerek számára problémát jelentett, ugyanis az egészségügyi kiadások ennek megfelelően jelentősen nőttek a fejlett ipari országokban. Másrészt pedig óriási lehetőséget jelentett számunkra, mert az eddig jelentős számban nem gyógyítható betegségek gyógyíthatóvá váltak. Az ezredfordulón ugye a minimál invazív ellátások, a minimál invazív eljárások kerültek
a technológiai fejlődés homlokterében, amelyek már ugye a betegeknek a terhelését csökkentették és lehetővé tették olyan biztonságos és hatékony eljárásoknak a széleskörű bevezetését, amely úgy szintén áttörést jelentett az orvostudományban. Az orvostudomány tehát az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág, amelynek a lekövetése gyakran problémát és nagy kihívást jelent az egészségügyi ellátórendszereknek. Éppen ezért az ilyen és ehhez hasonló szakmai műhelyeknek a jelenléte, a léte felértékelődik az orvosképzésben, ugyanis nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű, kompetenciájú és létszámában rendelkezésre álló szakember tudja ezeket a szolgáltatásokat az ellátórendszeren belül biztosítani. Fontos az, hogy a képességeket, amelyek rendelkezésre állnak a világban, meg tudják szerezni a Magyarországon dolgozó kollégák. Ezért van annak jelentősége, hogy professzor úr és a szakmai műhely évről évre biztosítani tudja azt, hogy a külföldi szakemberek eljöjjenek ide Magyarországra, és a világ különböző részein gyakorolt szakmájukat, beavatkozásaikat be tudják mutatni, és át tudják adni a magyar kollégák számára. Fontos az, hogy a magyar kollégák ezen túlmenően informáltak legyenek arról, hogy milyen eljárások és szolgáltatások kerültek kifejlesztésre az elmúlt években a világban. Ezeket elsajátítsák, és implementálni tudják hazai ellátórendszerbe. Ezen túlmenően az is nagyon fontos, hogy egyáltalán tudjunk ezeknek a létezéséről, és amikor betegségekkel találkozunk, tudjuk azt, hogy mihez tudunk fordulni, milyen lehetőségeink vannak, illetve hol állnak rendelkezés ezek a típusú szolgáltatások. Éppen ezért az orvos továbbképzésben ez a kiemelkedő szerep, amelyet a szakmai műhelyek betöltenek, elévülhetetlen, és ezeknek a fejlődését biztosítanunk kell a jövőben is. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek rendszerelemekké váljanak, és integrált egységben biztosítsák, ne csak természetesen az urológusok, de alapvetően a magyar szakorvosoknak a továbbképzését. A konferencia megnyitásán negyedikként dr. Nyirádi Péter az urológiai tagozat elnöke szólt a résztvevőkhöz. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a 9. minimál invazív eljárások kongresszust megnyithatom. Ez a 9. szám, ez valamit jelent. Ez a 9. szám azt jelenti, hogy valami jó dologról, valami nagyon jó dologról van szó, ami már 9 alkalom, illetve 8 alkalom már bizonyított. Még biztos vagyok benne, a programot áttekintve, ez a 9. alkalommal is bizonyítani fog. Én, mint az urológus tag, a szakmai kollégium urológiai tagozatának a elnöke, én azért vagyok felelős, hogy a képzésben lehetőség szerint minél tovább jussunk, minél európai standardot tudjunk nyújtani a kollégáknak. Azért nem lehetünk felelősek, hogy milyen eszközökkel dolgozunk. Ugyanakkor azért magunkra nézve felelősek lehetünk, hogy mennyire képezzük magunkat. Én azt gondolom, és ahogy ezt a közgazdászok szóval szoktuk venni a makrogazdaságban, hogy mindig a trendek számítanak. Magyarországon van hova fejlődni. Ez természetesen vonatkozik az eszközökre, de ha magunkban nézünk, akkor a tudásra is. Én azt gondolom, hogy a 9. minimál invazív urológiai kurzus, kongresszus, ez lehetőséget bocsájt számunkra, hogy minél tovább fölzárkózzunk, vagy elérjük az európai standardot. Természetesen sebészként, vagy urológusként egy ilyen kongresszus, aminek ugye minden kongresszusnak a célja az, hogy megosszuk a tudásunkat. Az ilyen típusú élő sebészeti kurzus a legeslegjobb, mert a világ legjobb sebészének is biztos vagyok benne, hogy van egy olyan nyuansznyi kis pont, amit tanul egy beavatkozáson. Ilyen esetben a világ leghíresebb sebészei vannak itt, saját idejüket nem kímélve, hogy megosszák a tudásukat. Én azt gondolom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és tanuljunk tőlük. Természetesen holnap nem fogjuk mi ugyanúgy csinálni, de egy picit megtanultunk az ő módszerükből, egy picit haza tudunk vinni, másokat nyújtottunk a betegeink számára. Utolsóként dr. Ralovics Zsolt, a Ján Ferenc Kórház főigazgatója mondott beszédet. A Dél-Pesti Kórház a fővárosi kórházak között viszonylag fiatalnak számít.
Azonban az elmúlt évtizedekben nagyon kevés forrás jutott az infrastruktúra és a műszerpark fejlesztésére. A legutóbbi 4 évben azonban változás történt. Kormányzati, uniós és önkormányzati támogatások révén kórházunk új fejlődési szakaszba lépett. A Cseppeli Weiss-Manfred telephelyünkön 2 épület, az Ady Endre utcai szakrendelünk épületül együttese egyaránt 150-150 millió forintból újulhatott meg. Az épületek korszerű nyilászárokat és új hőszigetelést kaptak. A beruházások révén energiatakarékosabb épületek lettek, és egyúttal komfortosabb, megszépült környezet fogadja betegeinket és dolgozóinkat. A tavalyi évben hasonló tartalommal megtörtént nővérszálunk energetikai korszerűsítése is, és bízunk benne, hogy hamarosan a belső tér fejlesztése is elkezdődhet. Az egészségügyi ellátás színvonalát alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás eszközpark. Költségvetési források, uniós források és önkormányzati támogatások révén az utóbbi időben több nagyértékű műszer beszerzését tudtuk megvalósítani. Digitális röntgenek és mammográf új ultrahangok teszik lehetővé a korszerű képalkotó diagnosztikát. Az országban először és sokáig egyedüliként nálunk operálhattak az urológus kollégák 3D laparaszkópos toronnyal. Idén januártól gastroenterológusaink olyan modern endoszkópos ultrahanggal dolgozhatnak, amiből kevés van az országban. A fővárosban rajtunk kívül mindössze 4 helyen van izotóp diagnosztika. Részlegünk a közelmúltban kapott egy új pajzsmirigy vizsgálatra alkalmas gamma kamerát. A folyamatos 24 órás sebészeti ügyeleti rend bevezetésével pedig a központi műtőbe új laparaszkópos tornyot és eszközöket vásároltunk. A kórház igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni. Jelenleg is folyamatban van 3 telephelyünkön uniós forrásból napelempark telepítése. Ezen túlmenően pályázatot nyújtottunk be egészségfejlesztési iroda indítására, a betegbiztonságot növelő rendszerek vásárlására és a humán erőforrás fejlesztésére, valamint további épületenergetikai beruházásokra. Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány hihetetlen fejlődésen ment keresztül és fejlődik napjainkban is. Ahogy helyettes államtitkár is elmondta, egyre gyorsabb tempóban fejlődik az egészségügy és az egészségügyi műszerpark. A délpesti kórház megépítése óta megjelent a digitális képalkotás és képtovábbítás, a CT, az MRI, elterjedt a magas színvonalú ultrahangdiagnosztika. Új műtéti rendszerek, minimál invazív technikák terjedtek el, laparaszkópos, 3D laparaszkópos, különféle endoszkópos eljárások, operációs mikroszkópok és kopogtat a robotsebészet is. A fejlődés lépcsőit sokáig lehetne sorolni. Bízunk benne, hogy az Egészséges Budapest program révén új lehetőségek tárulnak felőttünk, és újabb évtizedekre fenntartható pályára kerül a Jan Ferenc délpesti kórház. Tisztelt kollégák! Az urológus szakorvos jelöltek tegnapi előadásaival megkezdődött már a program. Talán nem haragszanak, ha azt mondhatom, hogy a java még csak most jön. A mai és a holnapi napon 6 ország képviseletében 9 világhírű külföldi és több neves magyar szaktekintély mutatja be a legújabb műtéti technikákat 3D betegeken, és természetesen a műtéteken kívül számos előadást is meghallgathatunk tőlük. Ahogy korábban már elhangzott, Csepel önkormányzatának köszönhetően 2014 márciusában üzembe helyeztük az ország első 3D laparaszkópos tornyát. Konferencián 2 másik hasonló géppel kiegészülve három műtőben egy időben történnek a beavatkozások, és a 3D tévéken önök is élőbe követhetik az előadásokat és a műtéteket. Köszönetet szeretnék mondani a rendezvény kitalálójának és motorjának, az urológia osztály vezetőjének, a intézetünk tudományos bizottságának elnökének, Tenke Péter professzor úrnak. Büszkék vagyunk az urológiai osztályra és az osztály fejlődésére.